A világban összesen 1,1 milliárd ember küzd a magas vérnyomással, és köztük alig ötöde él folyamatos orvosi megfigyelés mellett. A tavalyi esztendőben 1,2 millió embert mértek meg a világban egy nemzetközi vérnyomásmérési kampány során. 108 ezeret Európában, 3967-et Magyarországon és 200-at Tolna megyében. Vannak biztató eredmények, természetesen egyre többen mozognak, egyre többen sportolnak, de közben a másik oldal is egyre erősebb, tehát rengeteg fiatalt látunk cigarettával a kezében, rengeteg elhízott ember van. Van lehetőség csodálatos környezetben egyre többet mozogni, ugyanakkor a kórházban, a betegeknél, a elhanyagolt középkorú, vagy majdnem hogy fiatal embereknél azt látjuk, hogy elképesztő laborértékekkel, testsúlyjal, magas vérnyomással jelentkeznek. Ami az egésznek a legtragikusabb, szomorúbb része, hogy amelyiket így említettem, ezek nem okoznak panaszt, ezeket néma gyilkosnak lehet nevezni, közülük az első számú az a hipertónia. Azért az első számú, mert a legtöbb embert érinti. És hogyha globális statisztikákat akarunk említeni, a világszerte a hipertóniások száma meghaladja az 1 milliárdot, 1,1 milliárd a hipertóniásoknak a száma. Ez Magyarországon a lakosságnak olyan 35-40%-a, tehát alsó hangú 3,5 millió felnőtt hipertóniással kell számolnunk. A halálozás ennek nagyjából megfelelő, mert évi 10 millió ember hal meg globálisan a világban, közvetlenül a hipertónia következtében, olyan betegségben, amit a hipertónia vált ki, és ez azt is jelenti, hogy ez mind megelőzhető haláleset lenne, mert ha figyelünk arra, hogy ne váljunk hipertóniássá, hiszen egy életmódbetegségről beszélünk, vagy ha már azok vagyunk, akkor ismerjük fel minél hamarabb, mérjük meg a vérnyomásunkat. Ez senkit nem fog elkerülni, senkit nem kímél, nem lehet azt mondani borítéka, hogy nekem biztos nem magas a vérnyomásom, mert nincs panaszom. Emiatt néma gyilkos. Nagyon sokáig visszafordíthatóak a betegség folyamatai. Természetesen az életmód drasztikus megváltoztatása mellett. Ha el tudom érni az embereknél azt, hogy ő nem csupán odahozza a betegségét, a rizikofaktorait, a labor vagy a vérnyomás értékeit, és én adjak rá valami gyógyírt, valami csoda gyógyszert, ami lehetőleg egyszerű legyen szedni, problémamentes legyen a gyógyszer szedése, ne legyen semmi mellékhatása, ne legyen panasz mellette. Tudok ilyet adni, de nem biztos, hogy ez teljesen panaszmentes lesz. A legtöbb embernél a rendeződő vérnyomás, a csökkenő vérnyomás okoz inkább panaszokat. Hozzá van szokva ahhoz, hogy a érpályát egy nagyobb nyomás feszíti. És hogyha ezt én lejjebb veszem ezt a nyomást, teszi a dolgát a gyógyszer, lehet, hogy szédelegni fog. Tehát ha túl agresszív a szónak a nemesebb értelmében a terápia vagy az orvos, egy túl gyors vérnyomás csökkentéstől rosszabbul fog érezni magát, és azt fogja ebből leszűrni, hogy rosszabbul vagyok a gyógyszerszedés óta, Isten őriz, hogy gyógyszert szedjek. Úgyhogy emiatt is egy nehéz, egy művészet ezt beállítani. Hanem be kell látni, hogy tenni kell ő neki valamit ezért. A gyógyszeres kezelés önmagában nem lesz elég sikeres, hogyha nem jut el odáig a gondolkodásba, hogy az ő életmódja vezetett odáig. És hogyha azon tudok javítani, lefogy egy 10-15 kiló fogyás, fölér egyetlen vérnyomás csökkentő effektusával, ha nem sózzák annyira az emberek az ételeiket, ha eltűnnének az asztalokról a sószórók, hiszen eleve az ételek előállításához sót használunk, ha még az pluszban megsózza valaki, az egy fölöslegbe bevitt só, és ez a hipertóniát és magát, a szövődményeket, a szélütést is fokozhatja. Ha tudnának az emberek fogyni, többet mozognának, kevesebb állati zsíradékot vinnének be. Ha az alkoholfogyasztás egy kultúrát mértékre visszaszorítható lenne, mert nyilván nem azt mondja az ember, hogy főleg szexádon ilyet bűn lenne ezt mondani, hogy tilos inni. Bizonyos szociális mértékben egy-egy pohár, egy-két deci jó minőségű vörösbornak orvosilag sincsen semmifajta ellenjavallata a legtöbb esetben. De hogyha itt ehhez még literszámra fogyasztják az alkoholt, tömény is van, az már nyilván rossz, és óriási kalóriabevitelt is jelent az alkohol. És akkor itt van még a dohányzás, itt vannak az egyéb rizikotényezők, tehát lehet visszafordítani, csak azért aktívan tenni kell. A Balassa János kórház tervezei szerint vérnyomásmérési kampányba kezd rövidesen, hiszen mindez csak néhány percet vesz igénybe az emberek életéből, és a kontrollal megfékezhető a veszély, vagy legalábbis fel lehet rá hívni a figyelmet. A többi egyéni döntés kérdése.